A civilek február 1-i ünnepnapja alkalmából országszerte rendeztek fórumokat a civil szervezeteket és közösségeket aktuálisan érintő kérdések, valamint együttműködési lehetőségek témakörében. A megyében a Mecsek Polgári Egyesület nyerte el a Civil Információs Centrum címet a 2020 és 2022 közötti időszakra. A centrum Kapcsolatot teremtünk címmel hétfőn este egyeztető fórumot tartott a helyi civileket érintő kérdésekben. A lényege ennek a rendezvénynek az, hogy a meghívott civil szervezetek tájékozódjanak arról, hogy mi létezünk, hogy mi segítséget nyújtunk, és hogy milyen jellegű problémákkal, kérdésekkel, észrevételekkel lehet hozzánk fordulni. A centrum koncepciójának bemutatására sokan voltak kíváncsiak, azonban a szervezet jövőbeli működésének részletes ismertetésére több ütemben kerül majd sor. A rendezvényre meghívott megyei szakemberek, szakmai partnerek a civil területet érintő tervekről, elképzelésekről és feladatokról egyeztettek. A non-profit szféra az a csapat, akiknek a tájékoztató, hogy mikor milyen kötelezettségük van, létfontosságú. Nagyon fontos először is, hogy most vagyunk abban az időszakban, amikor az 1%-os felajánlásokat összegyűjthetik, ami a következő év vagy évek anyagi fedezetét biztosítja a tevékenységükhöz, de hogy minden meglegyen, tudniuk kell a május 31-i határidőhöz kapcsolódó kötelezettségeket is. Sokat tesz a keleti városrész megítélésének javításáért, a közösség erősítéséért, az érdekképviselet növeléséért és a közbiztonság javításáért, a 2003-ban alakult Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület. A városnak ezen a részén ők látják majd el a mentori feladatokat. A keleti városrészben ez egy érdekes kérdés, mert nagyon érénk civil élet van. Igazából ennek a rendszernek most az lesz az apropója és az lesz a jelentése, hogy egy szolgáltatást közel viszünk a területhez, tehát nem kell bejönni a városba, hanem ott helyben tudjuk biztosítani az információt, tudjuk biztosítani a megfelelő szakembert, és tudjuk segíteni a civil szervezeteknek a munkáját, akinek segítségre van szüksége. Az eddig centralizált, kevésbé hatékony szervezési modell helyébe egy teljesen új szemléletű, kifejezetten decentralizált elvek mentén működő civil információs centrum lépett.